Csáó mindenkinek! Ez egy ilyen rendhagyó vlognak ígérkezik, ugyanis mivel látjátok, hogy ilyen gyönyörű szép idő van odakint. Na, most már nagyjából most már látjátok. Ezért úgy döntöttem, hogy elindulunk Zalaegerszeg csodálatos városa felé, és meg fogjuk nézni a Technology for Tomorrow, vagyis a technológia holnapért kiállítást. Nem tudom, hogy mi lesz az eredménye, remélem nagyon jó lesz. Nagyon jónak ígérkezik, úgyhogy beindítjuk itt a GPS rendszert, aztán elindulunk. Tartsatok velem, remélem, hogy nagyon izgalmas lesz, és ti is élvezni fogjátok. Úgyhogy akkor induljunk is el. Szerint 8:30, az 2 perc múlva, és kereken 9:30-re fogunk beérni, ha minden igaz. Mivel kb. 50 embert próbáltam megfűzni, ugyan már jöjjön el velem, de aztán akit érdekelt volna, az nem tudott eljönni, akit meg hát ugye nem érdekel, az el tudott volna, de az meg minek jöjjön. Úgyhogy maradtam egyedül, de nem baj. Úgyhogy így menet közben dumálok akkor nektek. Szóval ahova mi most megyünk, az a technológia, a holnapért kiállítás, ami szeptember 16-17-ével van, ugye Zalaegerszegen. Most oda tartunk éppen, és úgy olvastam a neten, hogy 2400 négyzetméternyi fedett csarnok áll rendelkezésre, illetve 3000 négyzetméternyi külterület. Hát külterülettel szerintem lesznek gondok, ahogy látjátok, gyönyörűen szikrázó napsütés van, és csividelnek a fák, és zöldelnek a madarak, és minden egyéb, úgyhogy szerintem ez, hát nem tudom. Bízom benne, hogy azért majd alakul az idő, aztán lesz abból is valami, majd kiderül, úgyhogy most épp oda tartunk, onnan félutól járunk, 8:30, igen, úgyhogy megyünk tovább, aztán remélem majd kellemes élményekben fogunk gazdagodni, illetve megengedik majd azt, hogy kamerázzak, mert ugye hülye agyamban nem volt annyi eszem tényleg, hogy hát esetleg ezt leegyeztessem valakivel, igazából nagyon kereskedelmi célra ezek nincsenek felhasználva, hát remélem majd azért engedik. Ugye van konkrét cél, hogy miért megyünk, de ezt majd ott szeretném feltárni előttetek. Úgyhogy nyomjuk a gázt nyílen, aztán igyekszünk odaérni. Úgyhogy akkor toljuk tovább a témát. Yeah.
Na, végre megtaláltuk, úgyhogy akkor bejutunk. Sajnos elmosta az eső a kültéri rendezvényt. Hát, ez van, megyünk be. Kaptam egy kis úgymond engedélyt a forgatásra, hát ilyen magán célra, hát majd kihasználjuk, amit lehet, úgyhogy akkor menjünk befele. Na, srácok, megyünk haza. Csináltam videóanyagot, úgyhogy el ne kapcsoljatok, mindenképp nézzétek végig. Csak egy pár mondatot azért hadd mondjak, mert eléggé lehúzták sajnos a hangulatomat, ugye úgy fejeztük be, hogy hát bemegyünk és minden király. De aztán sajnos nem így jött össze, mert ugye amikor jöttem ki a kameráért, akkor én a rendező hölgynek mondtam, hogy ugye megbeszéltük, hogy lehet videózni, de aztán mondtam, semmi gáz, mondom, csak egy kis YouTube csatornám van, hát arra felpakolom, aztán kész. Mikor mentem be a kapun, már öten rohantak le, hogy na úgy, mert ha csak így magánhasználatra, meg otthon így megmutatni, akkor oké, de YouTube, az már úgy nem, meg izé. Hát mondom, akkor legalább, mert hogy ilyen standok vannak, meg olyan, és akkor mert azok ilyen jogi következményekkel járhat, meg jó, rendben van. Könyörgöm, valaki, jó, valaki most előkapja az Istenvel a telefonját, csinál két képet, aztán fölrakja a netre, mit tudnak vele kezdeni. Mindegy, nem akartam kötekedni, sajnos a kamerázás ugye sokkal látványosabb dolog, mint ugye mondjuk fényképezni egy telefonnal kettőt, azt zsebre vágni, de mindegy, egyre rosszabb legyen így. Annyira jutottunk aztán, hogy ha standokkal egyedileg megbeszélem, akkor csinálhatok arról az egy standról, amiről éppen csináltat, arról videót csinálhatok. Ez meg is történt, azért mondom, hogy majd mindjárt én ezt megmutatom nektek. Igazából kettő standról sikerült, sajnos 15-6 standról lett volna szó. Én meg is beszéltem volna egyesével az összesen, mert nem zavart volna, csak a második standnál, mikor már egy... Ne dumálj bele! Videóztam, akkor már a rendezőség ott nagyon-nagyon pattogott, és úristen is rohant oda a stand tulajdonosához, hogy hát aztán fú, hát nem járultak ám hozzá, és már mindenképp szóljanak ám nekem, hogy ez így nem legális, meg jó, mondom, hagyjuk, jó, nem érdekes, akkor megyek haza, ennyi. Maga a rendezvény az nagyon jó lett volna, sajnos az eső nagyon belerondított. Ugye így az embereknek a kirándulási és ugye lakásból való kimászkálási kedve sem olyan, mint jó időben. Ez nagyon rányomta a bélyegét erre az egészre. Ennek ellenére azért voltak látogatók, tehát azért tényleg nem én mászkáltam ott egyedül. Iskoláknak, ilyen képzési centrumoknak voltak kiállító standjaik, akkor volt egy drónos emberke, őt majd megmutatom. Aztán ugye a zenéből velük csináltam egy ilyen kis interjút, azt majd mindenképp nézzétek meg. Aztán mondom, iskoláknak, ilyen automatizálási cégeknek voltak kiállító standjaik, Mosonmagyaróvár élményközpont, meg a franc tudja még, hogy mi nem. Mindenképp akartam bemutatni ezt az egészet, és ne dumálj bele, köszönöm. De sajnos így nem, tehát így lehúzták a hangulatomat, pedig tényleg, tehát maga a rendezvényt, én, ha esetleg el szeretnétek ilyenekre menni, ne adjátok ki. Kisgyerekeseknek hatalmas élmény, rengeteg apró kis irányítható, kis vicik, vacak, kis patogó robot, meg amit el tudtok képzelni, minden volt. Tehát tényleg azt mondom, oké, de tényleg látszott, hogy az eső ezt nagyon elvitte, ezt az egész dolgot. Így, hogy a drónokat sem lehetett ugye kipróbálni. Xboxosoknak volt nagyon király kis VR-es standjuk, stb. Tehát mondom, kisgyerekek imádták, rengeteg kisgyerek volt, és hála Istennek ez itt tök jó. Ennyi a lényege. Most megyünk hazafele, gyorsan megvágom a videóanyagot, és ti már látjátok is körülbelül egy olyan pár másodperc, úgyhogy mondom, nem érdemes kihagyni, csak tényleg ez így most egy kicsit gáz, hogy nem tudom bemutatni az egészet. Érdemes elmenni amúgy is személyesen, aztán megyünk majd még ilyen helyekre, remélem máshol egy kicsit a kedv egy kicsit jobb lesz. Lehet, hogy nem kellett volna szólnom, de mondom, hogy most én hova teszem föl ezt, vagy hogyan, de
én sem akartam ebből balhét, úgyhogy mondom, mindenképpen nézzétek meg a videót, érdemes lesz egy ilyen 5-10 perces anyag, és akkor egy kis legalább egy kis kedv csinálod, ha tudok csinálni, akkor már volt értelme, én nekem jó volt itt lenni, élveztem, mondom, leszámítva ezt a nagyon negatív hozzáállást, jól lehet, megértem az ő részükről is, hogy milyen helyzet, de mindegy. Akit megkérdeztem, az nagyon örült neki, hogy csinálok neki egy kis ingyen reklámot, remélem legközelebb kicsit pozitívabb lesz a hozzáállás, és akkor nézzétek, hogy mit sikerült akkor alkotni, meg vezetek haza. Nos, ennyit sikerült elérnünk, hogy az Enable Magyarországnak a standját fel tudom venni, ugyanis sajnos nem engedélyeznek nagyon sok felvételt, de mindegy, a lényeg az ez volt. Úgyhogy akkor egy pár szóban, akkor itt van az Enable Magyarország képviselő, és létszes egy pár szóban, hát is mutatkozz be, légy szíves, és akkor, hogy miről is foglalkoztak, jó? Sziasztok, Stojanov Krisztián vagyok, az Enable önkéntese. Azzal foglalkozunk, hogy robotkezeket csinálunk gyerekeknek. Általában születési rendellenességük van, ami azt jelenti, hogy úgy születtek, hogy nincsen ujjuk, hogy nincsen karjuk. Csak felső végtagokkal foglalkozunk, mert az, amit most 3D nyomtatási technológiával meg lehet oldani. És gyakorlatilag arról van szó, hogy egy ilyen robotkezet kapnak, ami úgy néz ki, amilyet ők szeretnének, olyan színben, olyan formában, olyan szuperhősös feltétekkel, lámpával, egyéb dologgal, amit ők szeretnének, ezeket mi megtervezzük, 3D nyomtatóval kinyomtatjuk, nekik összerakjuk, és utána egy egyszerű mechanika van benne, mivel tudják mozgatni az ujjukat, ide beteszik a kézfejüket, ide a csuklójukra rárögzítik, így, és amikor behajlítják a csuklójukat, akkor összezárjuk az ujjat, és egy ilyen egyszerű fogó mozgást tudnak vele csinálni. De ami a lényeg, hogy ez iszonyatosan menő dolog, amikor bemennek a suliba vagy az oviba, mindenki velük akar játszani innentől kezdve, hiszen ők most már szuperhősökké váltak ezekkel a kezekkel, és ez nagyon-nagyon nagy dolog, menő dolog. Jó, és akkor Facebookon fent vagytok, ilyesmi, és akkor ha valakinek esetleg kell, akkor nyilván tud felétek akkor jelezni, és akkor... Van, nagyon, nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit, akinek ilyenre van szüksége, vagy ismer valakit, akinek szüksége lehet rá. Teljesen ingyenesen csináljuk, nincsen semmilyen költsége a dolognak. A fizetségünk az a mosoly, amit kapunk érte cserébe, és igazából ez a Facebookon az Enable Magyarország nevén megtalálható, illetve van a weboldalunk az enable.hu, ahol pedig egy regisztrációs lap kitöltésével tudjátok az igényt jelezni felénk. És aki esetleg segíteni szeretne nektek? Lehet csatlakozni is hozzánk, természetesen ez egy szabad csoport. Akinek van 3D nyomtatója, az jelentkezhet 3D nyomtatásra. Akinek nincs 3D nyomtatója, viszont szeretne segíteni abban, hogy szervez nekünk, viszi a hírünket jobbra-balra a világba, és próbál szerezni nekünk olyan gyerekeket, akiknek szükségük lehet ilyen robotkézre, azokat is nagyon szívesen várjuk, és jelentkezzenek hozzánk segítőnek. Nagyon szépen köszönöm akkor. Én köszönöm. Gyakorlatilag telefonról lehet irányítani. Igen, tehát ilyen alkalmazás kell hozzá. Ja, és akkor ott a kamera, és ott vagyunk mi. Nagyon-nagyon jó. És
akkor itt lehet előre hátra. Aha. És egyébként ez milyen terepen tud akkor menni, úgy gyakorlatilag? Hát sima terep, de aszfaltot nem szeretik igazából. Aha. Még gumi pálya vagy... Ja, tehát akkor ez nem ilyen terepre való, hanem inkább csak ilyen hát, épített igen. Pályára vagy ilyesmire. Aha. Hát ilyen beltéri. Aha. És azt is tudja csinálni, hogy... Elvileg ugrik egyet, ha minden igaz. Szóval nem. Ha. Aha, megvan. Jön kire. És ez hogyan ugrik fel? Felhúz valami rugót, és akkor... Igen, a hátuljában van az a rugó felhúzó, és azzal lehet felugrasztani. És akkor tud magasat ugrani, meg előre. Aha. Érzem. Ez egy lapos ugrás volt, de ez egy hosszabb ugrás, és akkor tud magasba is ugrani. Oszta! Mekkora átugrik, ez egy méter körül volt azért nagyjából, 80 centi azért mondom, ez durva. És mennyibe fáj egy ilyen gépezet amúgy, ha már? 30 ezer fáj. Aha. Haláli. Hihetetlen. Van 180 fokos fordulás, meg 90 fokos. És közben a kamera kép, de milyen? Ez HD egyébként, sima full HD? Vagy ez egy sima VGA a kamera. VGA a kamera, pedig igen. Elég szép képet ad. Úgy itt vannak ilyen show elemek, slalom. Ja, látom. Forgás, gyors fokozat. Ja. Forgás ugrással. Haláli. Oda is fel tud ugrani egyébként az asztalra. Na, azt még megnézem. Aha, gyere ide egy picit is akkor. Cserek, oké. Felugrasztod az asztalra, aztán már itt se vagyok. Ja, jó, ez egy hihetetlen. Oké, köszi szépen.